Vasárnap ünneplik Székelyudvarhelyen Orbán Balázs születésének 186. évfordulóját. Az ünnepi rendezvény február 1-én 12 órakor kezdődik a városközpontban, a legnagyobb székely szobránál. Akárcsak az előző években himnusz énekléssel kezdődik az esemény, kórusok lépnek fel, ünnepi szavalatok és beszédek hangzanak el, a koszorúzás sem marad el. Báró Orbán Balázs Székely-Lengyelfalván született 1829. február 3-án, író, utazó, néprajzi gyűjtő volt, legismertebb munkája a Székelyföld leírása című terjedelmes mű. Budapesten hunyt el 1890-ben, végakarata szerint a Szejkefürdőn temették el. Sírja azóta zarándok helyé vált, évente nagyon sok átutazó felkeresi, nevét Székelyudvarhelyen iskola és utca is viseli.